200 éve, 1820. április 7-én született Klapka György, az 1848-49-es szabadságharc tábornoka. Miután édesanyját nagyon korán elveszítette, 11 évesen apja testvére, Klapka Frigyes és felesége vette magához, és tanítatta, nevelte Kecskeméten. 1832-től 1834-ig a kecskeméti piarista gimnázium tanulója volt. Ez idő alatt az emléktáblával is megjelölt Klapkaházban a napjainkban a Bozsó gyűjteménynek helyet adó barokk lakóház volt az otthona. Később Klapka György fényes katonai pályát futott be. Életének talán legdicsőségesebb időszakát 1849. májusától október 2-ig Komáromban töltötte, ahol a vár parancsnoka volt. A világosi fegyverletétel után csak hetekkel adta fel a várat, mert addig harcolt, taktikázott és alkudozott, míg végül sem a támadóknak, sem a védőknek nem adódhatott más lehetőség, mint a megegyezés. Ezt követően emigrációba vonult. Előbb Törökországban talált menedékre, majd Olaszországban és Svájcban élt, de sosem feledkezett meg hazájáról és annak sorsáról. A kiegyezés után visszatért Magyarországra, ahol néhány évre országgyűlési képviselővé választották, azután végleg visszavonult a katonai pályától, a harcoktól és a közélettől is. 1892. májusában hunyt el. Temetésén 30 ezeren énekelték a Klapka indulót, melyet az ő tiszteletére szerzett Komáromban Egressi Béni.